Na, sziasztok srácok, én Danivik, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint hát ebben a világban fogunk körbenézni, hogy miket is találunk itt, vagy mik is rejtőznek ebben a világban. Hát elsősorban erről így annyit már elárulok, hogy ez egy ilyen törpös, vagy hogy szokták, igen, ez hupikék, törpigékes világ. Szóval itt próbálok majd így szerencsét, és már a videó elején én így észrevettem, hogy ott van egy láda. És oda nem tudom, hogy én innen így átbírnék ugorni, de... jó, oké, megvan. És van benne kaja? Jó. Az a szerencsém, hogy minden egyes papon kb. Hogy az elején amúgy szoktam ilyen kaját tenni, szóval ez tök király. Viszont elkezdek fát vágni. És valami kis alap kardot így összeszedni. Szóval az a lényeg, hogy itt vagyunk egy ilyen hupikék-törpikékes világban, ahol itt vannak ilyen óriás törpapa, óriás galamb, és konkrétan így én is kb. Egy törpnek számítok szerintem, vagy nem tudom. Hogy én most így minek számítok itt ilyenkor, de... Ja, és a lényeg az, hogy körbe kéne nézni, és meg kéne találni, hogy miért is jöttünk ide. Vagy mit is kéne itt csinálni, vagy miért jó nekem abban, hogy én itt vagyok. Szóval csinálok egy facsákányt elsősorban. Nem tudom, hogy itt van-e kő, vagy azt feleslegesen keresném, és csinálok egy fakardot is akkor. Na, oké, királyság. És egy kicsit ide lejjebb ások, és megnézem, hogy van-e kő. Ha van kő, akkor csinálok kőcuccokat, ha nincs kő, akkor nem. De, kiestem a világból. Mi a, és itt tele van zombikkal. Ez nem tudom, hogy izé, és ott vannak ilyen kis törpös házak. És támadnak engem közben a zombik, akit én nagyon meg akarok ölni. Hát srácok, leestem ebből az egész világból, ez nem tudom, hogy mi. Ez konkrétan nem tudom, hogy ez így miért van, vagy mi ez. Gyorsálok egy... ne, ölj meg, és dobott egy krumplit, lola, izé, a zombi. Hát nem tudom, hogy miért van ez, de csinálok szerintem egy... Ó, nem már nincs elég fám. Ó, Istenem. Hogy bírok visszajutni? Ott van valami stone-os tudsz, gyors oda elfutok. Nem tudom, hogy estem ki a világból, srácok, de ez nagyon... Nagyon... buta voltam, az a gond. Nem kellett volna ezt megcsinálnom. Jó, léci a mobok előtt. Léci, menjetek innen. Menjetek innen. Jó. Oké, jó, visszajutottam. Azt a rohadt, de megijedtem. Jó van. Na, ezt is szépen így visszafedem. Visszajutottunk, srácok. Level completed. Jól van. Akkor nézzünk körbe, hogy mi itt a helyzet. Kő nincsen. Viszont talán a házakat, hogyha így... Aha, itt így a földből bírok venni egy kis követ. Jó, pár követ kiszedek. Ugyanis... Ah, most meg nincsen fám, hát de ügyes vagyok, jó. Meg jó, hogy tel van itt fával, mert ugye hát óriás erdő, meg ilyenek. Kiszedek egy fát, csinálok egy crafting table-t, és... csinálok egy kőkardot. Az mindenféleképpen kéne nekem, hogy tudja küzdeni. Jó. Csináljuk még egy kőcsákányt. Jó, csináljuk egy kőcsákányt is. És aztán elkezdünk körbenézni, mi is a helyzet ezen az egész terepen. Úgy látom, vannak dinnyék is, hogyha nagyon kellene. És megint nincs elég fám. Hát, srácok, ez egy örökké tartó, nem tudom milyen izé, munkálat. Jó, kiszedtem a fát, és akkor csinálok egy kőcsákányt. Nagyszerű. Na mondom, egy kőcsákányt, nagyszerű, királyság. Na, oké, ez is megvan. A következő dolog az lenne, hogy körbenézek. Jó, körbenézek szépen ezeken a helyeken, hogy egyetlen a házakban esetleg találhatok-e valamit. Hát itt nem nagyon van semmi érdekes, de amúgy eléggé szépen be vannak díszítve a házak. Amúgy ahhoz képest, tök jól néz ki. Ó, ott még van egy emelet, várjatok. Milyen magasak már ezek a házak, halljátok? Ez tök jó. Ilyen zombi fejek, hát mondjuk nem a legbarátságosabb, de az eléggé szép nagy ház. Jó, oké, ebben a házban nem nagyon találtam semmit, szóval ezt így szerintem így hanyagoljuk. A házakat hanyagolom, oké. Kéne valamit keresni. Ami esetleg úgymond így, nem is tudom, feltűnő dolog lehet így, esetleges valamit találtunk ott, hogy miért is vagyunk itt, vagy valaki kéne találni. Tényleg most jutott eszembe, hogy esetleg valaki más is lehetne itt rajtam kívül. Bárhol esetleg felmegyek valami magasságba. Mondjuk ennek a háznak a tetejére. Léci, okés. Jó, ide mondjuk kellenének blokkok. Jó, felmegyek a fa tetejére, így még magasabb. És felmegyek a madár tetejére. Jó, srácok, most körbe kéne nézni, először is kajálunk. Ó, de jó, kidobtam egy csirkét. Körbe kéne nézni, hogy egyáltalán itt mit lehet találni.
Mik vannak itt? Az amúgy, ahol indultunk, az valami, az ott hókuszpókló, ahol észrevettem. Ott amúgy a falasz hiányzik, na mindegy. Este lett, oké. Okay. Nem tudom, hogy miért nem. Van egyáltalán, nekem itt van hangja a Minecraftnak, de nem. Oda villámlott. Törpapá. Oda villámlott törpapa orrára. Srácok, amúgy törpapának miért van szivacs a szájába? Ez mondjuk lehet egy nyom. De ez olyan valóban egy nyom, vagy csak egy félrevezető dolog? Na jó, meg kell nézni. Viszont fel kéne oda jutni, Istenem. Jó, szedek... jó, oké, nem haldoklok, amikor leesek. Szedek fát, azt tudom talán leggyorsabban, és hát abból tudok ugye legtöbb építő blokkot így kinyerni. Így lehet leggyorsabban. Szedek fát és felépítünk oda. Hú, nagyon remélem, hogy ez tényleg egy jel, és nem valami hülyeséget csinálok, és tényleg lesz valami eredménye. Jó, oké, ezt így kiszedjük. Hát 22 fa, odáig elég lenne nekem? Jó, még egy párat kiszedek szerintem, mert szerintem ennyi nem lesz elég. Közben srácok, amúgy nagyon szépen köszönöm, szerintem már a mai napon meg lesz nekem a 2000 feliratkozó. De nem vagyok benne biztos, ezt a videót amúgy szerdán veszem fel. Szóval, mi a? Hova mentek a fáim? Srácok, kiütöttem 2 fát, vagy becraftoltam? Jó, becraftoltam, nem figyeltem, na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ugye mi, elvileg a mai napon már megvan ugye a 2000 sub, és tényleg nagyon szépen köszi szépen, hogy ezt így összetudtok hozni a másik csatornán ilyen rövid idő alatt. Ebben a hónapban körülbelül már ilyen 1800 feliratkozó jött, ami az eléggé durva. Léci, oké, elég, és ott van valami név, srácok. Jó, ezt, és pont, srácok, pontba kiszámítottuk, azt a rohadt. Itt mi van? Ne, törpapa. Mi van? Törpapa. Te hogy kerülsz az óriás törpapa szájába? Srácok, ez mi? És miért van este? Amúgy ideig tök szép reggel volt. Most ezt nagyon nem vágom. Egy kicsi törpapa az óriás törpapa szájába. Vagy nem tudom, vagy ezt így hogy. Szia Dani, hát nem tudom, elkábítottak és bezártak ide. Mi? Gyere ki, várjál. Kibírsz így jönni? Gyere. Kiférsz? Ó, nem, várjál, kiütöm a feletted lévő izét. Jó, király, le kéne jutni. Na várjál, még ír valamit. Talán hókuszfog zárotta be amúgy, már nem azért. Köszi, most vigyél le, oké, okay, rendes vagy. Még én is vigyélek ki, jó, gyere, szép lassan. Mondjuk nekem itt, gyere, ugorjunk a tóba. Hókuszfog törpe van, nézd, gyere. Hú, ne! Oké, okay, én nem sebződtem. Te miért ütöttél meg törpapa? Majdnem, hogyha nem lenne sebződés, meghaltam volna. Zombi, várjál törpapa, megmentelek. Jó, arra van valami. Törpapa, gyere! Törpapa, gyere! Jó, mindegy, elolvasom, amit írsz, várjál. Arra ott van valami, srácok, ezt ideig észre se vettem. Bocsi, nem baj, na, gyere törpapa. Nappal lett, királyság. Ez mi? Úristen, itt valami tele van táblákkal, így minden. Ez mi akar lenni, törpapa? Felettünk valami fás hely. Nem tudom. Hát, mi a? Jaj, csontváz, azt hiszem, hogy már valaki meglőtt engem. Jó, meghalsz. Hát, törpapa, és most mi legyen? Most mit kéne csinálnom, vagy nem tudom, valamit, mondjál már. Hallod, te itt laksz, vagy te nem itt laksz alapból, alapból. Mert most ez így eléggé, jó, nem azt mondom, hogy nagynak tűnik, de nem úgy tűnik, mint hogyha ez lenne tényleg a te lakhelyed. Legalábbis szerintem. De hogy itt lakok, hiányzik a házam, a szép kis gombák. Hát figyelj, mutatok neked egy ideiglenes lakhelyet, mondjuk gyere, köves. Még egy kicsikét egy időre meg tudod magadat húzni. Hát nem tudom, hogy a falu többi tagja merre lehet, vagy bármi, de hát ahogy látom, ez csak egy ilyen, mi annak a neve, a te faludnak úgymond a kopia. Na gyere, meg bemutatom neked ezt a házat. Itt van az ágyad, gyere törpapa. Gyere, hol vagy? Hol vagy? Törpapa lemaradt. Miért maradtál lent, törpapa? Jó, most elkezdtél írni. Törperős is itt van valahol. Ja, hogy ő is itt van. Aha. Oké, rendben van. Mindegy. Figyelj, törpapa, szerintem maradj itt. És én nem tudom, hogy jutok én innen vissza, de... valahogy majd összehozzuk szerintem. Srácok, igazából így ennyi volt ennek az egésznek így a sztoria. Még valamit írsz, még azért megvárom. Hogy mit szeretne. Köszönök mindent, amit értem tettél, bátor vagy, hát közi szépen, igazából nem volt annyira nehéz megtalálni, eléggé
villámozgatott ott a dolog. Na mindegy, srácok, hát hogyha tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el benyomni a csengőt, és ne felejtsétek el lecsekkolni a nagy csatornámat, a MC Shopot, a Mindside klienst, a leírásban megtaláltok mindent, az a lényeg. Na, srácok, én Dani voltam, és itt volt velem, hát Törpapa, sziasztok!